Oroszország Ukrajnát vádolja az oroszországi Belgorod régióban keletkezett tűz miatt. Orosz hírforrások szerint két ukrán Mi-24-es helikopter nyitott tüzet az orosz olajtárolóra az éjszaka. A létesítmény felrobbant és hatalmas lángokkal ég. Vyacheslav Gladkov regionális kormányzó a Telegram csatornáján közölte, hogy a helikopterek átlépték a határt és alacsony magasságban repültek, amikor a létesítményt megtámadták. Legalább két dolgozó megsérült, és a város egyes területeit evakuálták, tette hozzá Gladkov. Az ukrán hatóságok még nem kommentálták az incidenst. Amennyiben megerősítik a történteket, úgy ez lenne az első határon átnyúló támadás a háború kezdete óta, amit a kijevi erők hajtottak végre.